11. fejezet. Fabrizio kilépett az érseki palotából, és rohant a kis Mariettához. Már távolról hallotta Giretti durva hangját. Bort hozatott, és barátaival, a súgóval és a gyertyakoppantóval mulatozott. Fabrizio jelére csak a mamacsa, a színházi mama felelt. Sok minden történt azóta, mondta az öreg mamacsa. Két-három színészünket azzal vádolják, hogy orgiával ünnepelték a dicső Napóleon névnapját, rásütötték erről a mi szerencsétlen társulatunkra, hogy jakobinus, és kiadták a parancsot, takarodjunk a pármai államból, s ha kitakarodtunk, majd éljenezhetjük Napóleont. Azt beszélik, hogy a miniszter köpött a levesünkbe. Az biztos, hogy Gilettinek pénze van. Nem tudom mennyi, de egy marék tallért láttam nála. Marietta 5 tallért kapott az igazgatótól úti költségre, Mantovába és Velencébe, én meg egyet. A kislány most is nagyon szerelmes beléd, de fél Gilettitől. Ez a gazember 3 nappal ezelőtt az utolsó előadásunkon minden áron meg akarta ölni. Irtózatos 2 pofont kent le a kicsikének, és azután igazán utálatos volt, elszakította a kék kendőjét. Ha kedves gyerek akarsz lenni, adsz nekik egy kék kendőt, majd azt mondjuk, hogy a lotton nyertük. A Carabinierik dobosa a törviadalt rendez holnap, minden utcasarkon olvashatod, hogy hány órakor kezdődik. Holnap gyere el ide. Ha Giletti megnézi a viadalt, és remélhetjük, hogy hosszabb ideig elmarad, én ott állok az ablakban, és jelt adok neked, jöhetsz. Próbálj valami nagyon szépet hozni nekünk, Marietta majd nagyon fog szeretni. Míg Fabrizio lefelé lépdelt a nyomorúságos lakást csiga lépcsőjén, tele volt bűntudattal. Semmit sem változtam. Azok a szép elhatározások, amik ott születtek a tópartján, mind oda vannak. Milyen bölcsen néztem akkor az életet. Ott, mintha kicseréltek volna, álmodtam, és az álom elszállt a szigorú valóság elől. Most kellene megtennem, bíztatta magát, amikor este 11-kor belépett a San Severino palotába. De hová tűnt szívéből a bátorság, hogy azzal a fenséges őszinteséggel szóljon, ami akkor éjjel a komóító partján olyan könnyűnek látszott. Megharagítom, akit legjobban szeretek. Ha megszólalok, rossz komédiásnak látszom, hiszen én csak a lelkesedés ritka pillanataiban érek valamit. Csodálatosan viselkedik velem a gróf, mondta a hercegnének, miután beszámolt látogatásáról az érseki palotában. Annál szebbnek és finomabbnak tartom, amit tesz, mert úgy gondolom, nem igen kedvel engem, tehát nekem is tisztességesen kell vele viselkednem. Most egészen belehabarodott a szangínyai ásatásaiba, tegnap előtti utazása is erre val. 12 mérföldet tesz meg vágtatva, hogy 2 óráig ott lehessen a munkásainál. Ha egy-egy torzót találnak az ókori templomban, melynek nem régen felfedezte az alapjait, rögtön attól fél, ellopják a kincseit. Szeretném felajánlani, hogy oda megyek, és másfél napig ott leszek. Holnap 5 órakor az érseknél kell jelentkeznem, de este már indulhatnék, és az éjjeli hűs órákban tehetném meg az utat. A hercegné egy ideig nem felelt. Azt mondhatnám, keresed az alkalmat, hogy itt hagyhass engem, mondta azután végtelen gyengéden. Alig jöttél meg Belgirátéból, már is találsz okot, hogy elutazhass. Itt a pillanat, hogy beszéljek, gondolta Fabrizio, de a tó mellett kissé bolond voltam. Abban a lázasan feltörő őszinteségben nem vettem észre, hogy vallomásom szemtelenséggel végződik, mert azt kellene most mondanom, szeretlek, szeretem a legönzetlenebb, és a többi, de a szerelmet nem ismerem. Mintha csak ezt mondanám, látom, hogy szerelmes vagy belém, de vigyázz tőlem, ne várd ugyanezt az érzést. Ha ő csak ugyan szeret, megharagszik rám, mert lelepleztem. Ha csak egyszerű barátságot érez, felháborítja arcátlanságom. Mind a kettő olyan sértés, amit senki nem bocsáthat meg. Súlyos gondjaiba elmerülve Fabrizio észre sem vette, hogy ide-oda járkál a szalomban. Arca komoly és magasztos, férfi, aki 10 lépésről szembenéz a szerencsétlenséggel. A hercegné bámulattal figyelte. Ez már nem az a gyerek, akit születése óta ismert, nem az unokaöcs, aki mindig oly szívesen engedelmeskedett neki, komoly férfi, akinek szerelme gyönyörűséget adhat. Eddig a pamlagon ült, most felállt, és hevesen átölelte. Hát, menekülni akarsz előlem? Nem, mondta Fabrizio egy római császár arcával, csak okos akarok lenni.
Ezt a bölcsességet többféleképpen is lehetett magyarázni. Fabrizio nem érezte magát elég erősnek, hogy tovább menjen és kockáztassa, megsebzi az imádni való asszonyt. Nagyon fiatal volt, nagyon könnyen felborult, és sehogyan sem találta a sima fordulatokat, hogy kifejezze, amit mondani akar. Őszinte szenvedéllyel és minden elhatározást félretéve átölelte a csodálatos asszonyt és összecsókolta. Ebben a pillanatban felhallatszott az udvarról a gróf kocsijának zaja, és szinte ugyanakkor megjelent ő maga is a szalon ajtajában, egészen izgatottnak látszott. Kedves barátom, maga igazán meglepő érzéseket kelt, fordult Fabrizióhoz, a fiú szinte megzavarodott ettől a szótól. Mosca folytatta. Az érsek kihallgatáson volt ma este, ő felsége minden csütörtökön fogadja őt. A felsége mondta el nekem, hogy az érsek egészen dúlt arccal egy szóról szóra megtanult tudós beszéddel kezdte, melyből ő felsége először egyetlen szót sem értett. Szónoklata végén Landriani atyán kijelentette, Pármában az egyház érdeke, hogy Monsignore Fabrizio del Dongót első érseki helynökké nevezzék ki, majd később, mihelyt 24. évét betöltötte, koadjutora legyen az utódlás jogával. Bevallom, ez a kívánság megijesztett, mondta a gróf. Kissé mohó, féltem, hogy a fejedelem bosszúsan visszavág, de ő nevetve rám nézett, és franciául ezt mondta, uram, megismerem a fogásait. Mosca folytatta, megesküdhetem Isten és felséged előtt, kiáltottam a lehető legkenetteljesebben, hogy egészen váratlanul ért az utódlás jogával kiegészítés, és igazat is mondtam, néhány órával ezelőtt ugyanígy vélekedtünk itt. Hatásosan hozzátettem, hogy ő felsége kegyei betetőzésének érezném, ha később egy kis püspökséget adományozna Fabriciónak. Úgy láttam, a fejedelem hisz is nekem, mert alkalmasnak tartotta a pillanatot, hogy kegyes legyen velem. Egészen közvetlenül ezt mondta. Mindez hivatalos ügy, az érsek ügye és az enyém, nem tartozik magára. A jó öreg hosszú és meglehetősen unalmas jelentéssel fordult hozzám, melynek során hivatalos indítványt tett, én hidegen azt feleltem, ez az alattvalóm még nagyon fiatal, s főképpen még nagyon új tagja udvaromnak. Szinte abban látszatba kerülnék, mint az osztrák császár nevemre kiállított váltóját fizetném ki, amikor ilyen magas méltóságot ígérek a Lombard-Velencei Királyság egy magasrangú főtisztviselője fiának. Az érsek tiltakozott, ő senki ajánlására nem hallgat, igazán nagy ostobaság volt nekem mondani ilyesmit. Csodálkoztam is, mert értelmes ember, de mindig elveszti a fejét, ha velem beszél, s ma este dúltabb volt, mint bármikor. Ezért is gondolom, hogy nagyon kívánja a kinevezést. Megnyugtattam, jobban tudom, mint ő, hogy a fiatal del Dongot senki nem pártfogolta ilyen magas helyről, hogy udvaromban mindenki elismeri képességeit, hogy erkölcseiről nem nyilatkoznak túlságosan elítélően, de félek, hogy nem az a bizonyos lelkesedő fajta-e, és én megfogadtam, hogy fontos állásban sohasem helyezem ezeket a bolondokat, akik miatt egyetlen fejedelem sem alhatik nyugodtan. Ekkor, folytatta ő felsége, dagályos szóáradatot kellett végig szenvednem, majdnem olyan hosszút, mint amilyen az előbbi volt, érsekünk az egyházért lelkesedőket dicsőítette nekem. Te ügyetlen, de nagyot tévedsz, gondoltam. Már-már jóvá hagytam a kinevezést, és éppen te veszélyezteted. Ömlengő hálával gyorsan el kellett volna hallgatnia, de nem, ő halált megvető nevetséges bátorsággal folytatta unalmas erkölcs prédikációját. Olyan választ kerestem, mely nem nagyon kedvezőtlen a kis del Dongóra, meg is találtam a szerencsés formát, rögtön megmondhatja, kedves gróf, igazam van-e? Monsignore, feleltem Landriáninak. Hetedik Pius pápa nagy volt, és igazi szent, ő volt az egyetlen az uralkodók között, aki nemet mert mondani a zsarnoknak, amikor egész Európa a zsarnok lába előtt hevert. És lám, még őt is lelkesedéssel gyanúsíthatjuk, mert csak a lelkesedés bírhatta rá, hogy amikor imolai püspök volt, megírja a híres Chiaramonti bíboros polgártárs kezdetű pásztorlevelét az Alpokon inneni köztársaság érdekében. Szegény érsekem csak döbbenten nézett, és hogy még jobban megdöbbentsen, szigorúan ezt mondtam. Isten önnel, monszinyőre, 24 órát gondolkodom javaslatán. A szerencsétlen még néhány ügyetlen könyörgő szót motyogott, elég időszerűtlenül az ilyen adjőm után. Most azután megbízom magát, Mosca della Rovere gróf. Jelentse a hercegnének, hogy én nem akarom 24 óráig késleltetni, ami neki örömet szerezhet. Ő jön le, és írja meg rögtön az érseknek a jóváhagyó iratot, és ezzel az egész ügyet befejeztük. Megírtam, ő aláírta, és meg ezt mondta, vigye el azonnal a hercegnéhez. Íme, hercegné, itt az írás, ennek köszönhetem a boldogságot, ha jogom volt ma este még egyszer látni magát.
A hercegné elragadtatva olvasta a fejedelmi iratot, a gróf hosszú elbeszélése alatt Fabrizio időhöz jutott, összeszedte magát, nem látszott rajta, hogy bármiképpen is meglepi a váratlan fordulat, igazi nagyúrként viselkedett, aki mindig tudja, őt természetesen megilletik ezek a rendkívüli előléptetések, a szerencse különleges kedvezései, amik egy polgári vadékot teljesen megzavarnának. Elmondta, milyen hálás, de a legmegfelelőbb szavakkal is végül így fordult a grófhoz. Az igazi udvari embernek kötelessége, hogy szolgálni tudja a legkedvesebb szenvedélyt. Gróf úr tegnap elárulta fél, hogy Sanguinei munkásai talán meglopják az ókori szobor töredékeket, melyek előkerülhetnek a mélyből. Én nagyon szeretem az ásatásukat, ha megengedik, kimegyek a munkásaihoz. Holnap este illően köszönetet mondok a fejedelmi és az érseki palotában, és utána rögtön indulnék Sanguinába. De mit gondol? Fordult a hercegné a grófhoz. Jó érsekünk, miért rajong hirtelen annyira Fabrizióért? Nem kell rajta gondolkoznom, az az érseki helynök, akinek bátyja kapitány. Éppen tegnap mondta, Landriani atya azt a kétségbe vonhatatlan alapelvet vallja, hogy egy méltóság birtokosa több, mint koadjutora. Ezért majd kicsattan az örömtől, hogy egy Deldongónak parancsolgathat és szívességet tehet neki. Minden, ami Fabrizio előkelő származását hangsúlyozza, csak az ő titkos boldogságát növeli. Ilyen ember az ő jobb keze. Másodszorban Monsignore Fabrizio tetszett is neki. Ha vele beszél, nem fél. S végül 10 éve egészségesen gyűlöli Piacenza püspökét, aki fennen hirdet, hogy utódja lesz a pármai érseki székben, s aki ráadásul egy Molnárnak a fia. A piacenzai püspök ezért az utódolásért kötött oly meleg barátságot Traversi Marchinéval, s ettől a barátságtól félti Landriani atya legkedvesebb tervének sikerét, egy Del Dongót gárdájába állítani és parancsolgatni neki. 2 nap múlva már kora reggel Fabrizio irányította a Sanguinei ásatásokat. Calarnóval szemben dolgoztak, Calarnó a pármai fejedelmek verszája. Az ásatások a síkságon folytak, egészen közel az országúthoz, mely Pármából az első osztrák falu Casal Maggiore hídjához vezet. A munkások hosszú árokkal vágták át a síkot, az árok 8 láb mély volt és igen keskeny. A régi római út mentén kutatták egy második templom romjait, errefelé úgy beszélték, a középkorban még állt a templom. Bár fejedelmi parancs rendelkezett, sok paraszt mégis féltékenyen nézte a földjén áthúzódó hosszú árkot. Mondhattak nekik akármit, ők továbbra is azt hitték, kincset keresnek a földjükön. Fabrizio éppen jókor jelent meg, elcsendesített egy kis forrongást. Lelkesen figyelte a munkát, nem unatkozott itt egyetlen percig sem. Időnként egy-egy éremre bukkantak, ő rögtön ott volt, mielőtt még a munkások megegyezhettek volna, hogy melyikük tüntesse el. Szép nap volt, hajnali 6 óra lehetett, kölcsönkért egy régi egycsövi puskát, s a fegyverrel leszedett néhány pacsirtát. Az egyik sebesülten az országútra hult, Fabrizio odaszaladt, és ekkora távolban egy kocsit pillantott meg, Pármából jött és Casal Maggiore határ felé tartott. Éppen újra töltött egycsövűjét, mikor a döcögbe közeledő rozog a kocsin megismerte a kis Mariettát, mellette az égi meszelő Giletti, s az öreg mámi, akit Marietta az anyjának nevezett ki. Giletti azt hitte, Fabrizio azért állt ki az út közepére a puskával, hogy belékössön, és talán el is rabolja tőle a kis Mariettát. Bátor ember volt, kiugrott a kocsiból, bal kezében nagy rozsdás pisztolyt szorongatott, jobbjában pedig a kardot, amelyet még nem húzott ki a hüvelyéből. Ezt a kardot használta, ha kénytelen kelletlen egy márki szerepét bízták rá. Hé, te utonálló! Kiáltotta. Örülök, hogy itt találok egy mérföldnyire a határtól. Most azután ellátom a bajodat, itt már nem véd a lila harisnya. Fabrizio szerelmesen pillantgatott a kis Mariettára, s jóformán oda se hallgatta a Giletti féltékeny kiabálására, de egyszer csak látta a rozsdás pisztoly csöve ott táncol 3 lábnyira a mellétől. Már csak annyi ideje maradt, hogy puskáját botnak használva rávágjon a pisztolyra. A pisztoly elsült, de nem sebesített meg senkit. Állj meg, te állat! Kiáltotta Giletti a Vetturinónak. Ekkor ügyesen elkapta ellenfele fegyverének végét, és távol tartotta testétől. Fabrizio is, ő is teljes erejéből rángatta az egycsövűt. Giletti volt az erősebb, egyik kezét fürgén a másik elé kapta a fegyveren, és egyre közeledett a ravaszhoz. Már-már egészen hatalmába kerítette az egycsövűt, amikor Fabrizio, nehogy Giletti megkaparintsa, kilőtte a csövet.
de először jól megnézte, és látta, hogy a cső legalább három hüvelyke Zsiletti válla fölé került, a lövés közvetlenül a füle mellett dördült el. Zsiletti meghökkent, egy pillanat alatt magához tért. Á, a fejemet akarod szétlőni, te disznó, most végzek veled! Zsiletti elhajította a Márki kardja hüvelyét, és csodálatos gyorsasággal Fabrícióra ugrott. A fiú fegyvertelen volt, elveszettnek érezte magát. A kocsi felé menekült, mert Zsiletti mögött állt, talán 10 lépésnyire, balra ugrott, és elkapva a kocsi rugózatát, megperdült a kocsi körül, és közvetlenül a jobboldali ajtó mellett bukkant fel, az ajtó nyitva állt. Zsilettit hosszú lábai előre hódították, de neki nem jutott eszébe, hogy megkapaszkodjék a rugóban, és így néhány lépéssel tovább futott, míg lefékezett és fordulhatott. Abban a pillanatban, amikor Fabrício a nyitott ajtóhoz ért, Marietta hangját hallotta, a lány halkan ezt mondta: vigyázz magadra, megöl, kapd el! A fiú látta, hogy a kocsiból valamilyen nagy vadászkés hull eléje. Lehajolt, hogy felvegye, de ugyanebben a pillanatban kardcsapás érte a vállát, Zsiletti vágott rá. Amikor Fabrício felegyenesedett, Zsiletti már legfeljebb 6 hüvelyknyire állt előtte, a kardmarkolat gombjával a fiú arcába sújtott. Ez az ütés olyan erővel ért, hogy Fabrício egy pillanatra elvesztette eszméletét. Most könnyen meghalhatott volna. Szerencséjére Zsilettinek valamelyest hátrálnia kellett, hogy beledöfhessen, amint Fabrício feleszmél, teljes erejéből futni kezdett. Futás közben eldobta vadászkés tokját, majd hirtelen megfordult. Zsiletti, aki utána ered, csak 3 lépésnyire volt tőle. Üldözője még nekilendülve futott, amikor Fabrício feléje döfött. Zsilettinek maradt még annyi ideje, hogy kardjával felüsse a vadászkést, de a szúrás így is mélyen beleszaladt a bal arcába. A színész futtában súrolta Fabriciót, és hősünk egyszerre azt érezte, megszúrták a combját. Mert Zsilettinek közben sikerült kinyitnia a bicskáját, azt vágta belé. Fabrício jobbra ugrott, megfordult, és a két ellenfél végre, mint a vívók, szabályos távolságba került egymástól. Zsiletti veszettül káromkodott. Most elvágom a torkodat, te bitang pap! Szüntelenül ezt kiáltozta. Fabrício egészen kifulladt, beszélni sem tudott. Kardmarkolat ütésétől nagyon fájt az arca, orrából dőlt a vér. Vadászkésével több ütést kivédett, s maga is sok csapást osztott, de jóformán azt sem tudta, mit csinál. Homályosan olyasmit érzett, mintha nagy közönségnek rendezett törvíváson venne részt. Azért támadt benne ez az érzés, mert munkásai mind oda csődültek, 25-30-an körbeállták a verekedőket, de tiszteletteljes távolságot tartottak, mert a verekedők ide-oda ugrálva minduntalan egymásnak rohantak. A küzdelem úgy látszott, kissé csendesedik. Az ütések már nem zuhogtak olyan szaporán, és Fabrício nekkor átfutott a gondolat, annyira fáj az arcom, hogy biztosan csúf nyoma marad. Elöntötte a dű, és előre tartott vadászkésével ráugrott ellenfelére. A késhegye Zsiletti jobb mellén hatolt be, és a bal váll tájékán jött ki. Ugyanekkor Zsiletti kardja egész hosszában belefutott Fabrício felső karjába, de a kard a bőr alatt siklott fel, egészen könnyű sebesülés volt. Zsiletti összeesett, Fabrício a színészhez lépett, a kezére pillantott, mert még mindig szorította a kést, ujjai ekkor egyszerre szétváltak, és a kés leesett. Meghalt a gazember, gondolta Fabrício. Arcába nézett, Zsiletti száján ömlött a vér. Fabrício a kocsihoz szaladt. Van egy tükröd? Kiáltott Mariettára. Marietta sápadtan bámulta és nem felelt. Az öreg asszony nagy nyugalommal kinyitotta a zöld kézi munkatasakját, és egy kicsi nyeles tükröt nyújtott Fabriciónak, éppen akkora volt, mint egy tenyér. Fabrício belenézett, tapogatta az arcát, a szemem nem sérült meg, ez nagyon fontos, a fogait vizsgálta, nem törtek el. De hát akkor mi fáj annyira? Kérdezte félhangosan. Az öreg asszony felelt neki. Az arca zúzódott össze itt fent. Zsiletti kardmarkolata éppen a csont fölött érte a húst. Szörnyűségesen dagadt és kék. Piócát rá, de azonnal és nyoma sem marad. Piócát, de azonnal! Fabrício felnevetett, és már megint visszanyerte hideg vérét. Látta, hogy a munkások körülállják Zsilettit, nézik, de nem mernek hozzányúlni. Segítsetek hát rajta! Kiáltott oda. Húzzátok le a ruháját! Folytatta volna, de felpillantott és észrevette, hogy az országúton talán 300 lépésnyire 5-6 férfi közeledik kimért léptekkel a verekedés színhelye felé. Ezek csendőrök, villant át rajta, valakit megöltek, tehát le fognak tartóztatni. Nem marad el a megtiszteltetés, ünnepélyesen vonulok be Pármába. Jó kis falat a Raverzi hadnak, azoknak a talpnyalóknak, akik úgy gyűlölik Ginát.
Zsebébe túrt, villámgyorsan az elképet munkások közé dobta minden pénzét, majd beugrott a kocsiba. Tartsátok vissza a csendőröket, ha üldözni akarnak, kiáltott oda munkásainak. Gazdagok lesztek, mondjátok nekik, hogy ártatlan vagyok, hogy ez a gazember rám támadt és meg akart ölni. A kocsishoz fordult. Te meg vágtass a lovaiddal, 4 aranyat kapsz, ha átviszel a pón, mielőtt azok utolérnek. Meg lesz, felelte a Vetturino. De nem kell félni, azok ott gyalog vannak, akkor is csuda jól elhagyjuk őket, ha a lovacskáim csak ügetnek. De még ezt mondta, már is vágtára fogta a lovakat. Hősünket megütötte a kocsis szava, nem kell félni. Mert valóban rettenetesen félt, amióta azt a kardmarkolatot az arcába vágták. De lehet, hogy lovasokkal találkozunk, szólalt meg újra az okos Vetturino, aki a 4 aranyra gondolt. És azok, akik a nyomunkban vannak, oda kiálthatnak nekik, hogy fogjanak el. Ez annyit jelentett, dupláz. Milyen bátor vagy, kis abbém, kiáltotta Marietta, és átölelte Fabriciót. Az öregasszony kinézett a kocsi ajtaján, hamarosan visszahúzta a fejét. Senki nem üldözi, uram, fordult Fabricióhoz a legnagyobb nyugalommal. És az országút üres előttünk, de tudhatja, hogy az osztrák rendőrök mennyire a látszat után indulnak. Ha vágtatva érkezik a pótöltéséhez, mérget vehet rá, hogy megállítják magát. Fabrizio is kipillantott az ajtón. Ügessünk, mondta a kocsisnak. Milyen útlevele van? Kérdezte az öregasszonytól. 3 is egy helyett, felelte mammácsa. És mindegyik 4 frankba került, hát nem szörnyű, nyomorult komédiásoknak, aki egész évben utaznak. Itt van Giletti útlevele, színművész, ez lesz maga. És ez a mi kettőnk útlevele, Mariettáé és az enyém. De minden pénzünk Giletti zsebében maradt, mi lesz most velünk? Mennyi volt nála? Kérdezte Fabrizio. 40 ragyogó 5 frankos tallér, felelt az öregasszony. Vagyis 6 meg az apró pénz, nevetett Marietta. Nem akarom, hogy becsapjuk az én kis abbémat. Hát nem érthető, uram, hogy 34 tallért szeretnék legombolni magától? Felelt az öregasszony nyugodtan. Mi az magának 34 tallért, de mi? Mi elvesztettük a védelmezőnket, ki keres nekünk ezentúl lakást, ki alkuszik meg a kocsisokkal, ha útra kelünk, ki ijeszt meg mindenkit. Giletti nem volt szép ember, de nagyon kényelmes volt, és ez a kicsike nem olyan buta, hogy igazán beleszeret magába, Giletti soha nem vesz észre semmit, s maga szépen töm minket csengő tallérokkal. Higgyél, nagyon szegények vagyunk. Fabrizio meghatódott. Előhúzta erszényét, és néhány aranyat nyomott az öregasszony kezébe. Magamnak is csak 15 maradt, mutatta a pénzét. Kár a további könnyekért. A kis Marietta a nyakába ugrott, az öregasszony a kezét csókolta, a kocsi még mindig kényelmesen ügetett, amikor messziről meglátták a fekete-sárga csíkos sorompót, mely az osztrák területet jelezte, az öregasszony Fabrizióhoz fordult. Jobban tenni, ha gyalog menne át zsebében Giletti útlevelével. Mi majd megállunk itt egy percre, azt mondjuk, rendbe kell hoznunk magunkat. Különben is a vámőrök megnézik a holminkat. Hallgasson rám, és kényelmesen átsétálhat Casalamat Giorén, menjen be a kávéházba is, és hajtson fel egy pohár pálinkát. Ha azután kiért a faluból, gyorsan odább. Pokol ilyen nyitva tartja szemét az osztrák rendőrség. Nem sokára tudni fogják, hogy valakit meggyilkoltak, maga idegen útlevéllel utazik, nem sok kell hozzá, hogy 2 évre becsukják. Ha kiért a faluból, forduljon jobb felé. Úgy menjen a Póhoz, béreljen egy bárkát, és meneküljön Ravennába vagy Ferranába. Tisztuljon el minél előbb az osztrák földről. Azután majd vehet 2 aranyért valamelyik vámtisztől útlevelet, ez itt még bajt hozhat magára. Ne felejtsi el, hogy megölte a tulajdonosát. Még Fabrizio gyalogosan haladt Casalamat Giorei hajóhídjához, még egyszer figyelmesen áttanulmányozta Giletti útlevelét. Hősünk komolyan félt. Még jól emlékezett Moszka gróf szavára, milyen veszélyes osztrák területre lépnie. És most itt látja 200 lépésnyire a retteget hidat, és ez a híd abba az országba visz, melynek fővárosa az ő számára Spielberg. De mi más tehetne? A modenai hercegség, mely délről a pármai állam szomszédja, szigorú megállapodás alapján kiadja a szökevényeket, Pármának az a határa pedig, mely Genova mellett a hegyek közt húzódik, nagyon messze van. Mielőtt elérni a hegyeket, kalandját már megtudják Pármában. Nem marad más, csak a Pó balpartján Ausztria. De beletelik 1,5 napba, talán 2-be is, míg az osztrák hatóságoknak írnak, hogy tartóztassák le őt. Mindezt jól végig gondolta, és szivarja tüzénél elégette saját útlevelét, még mindig jobban jár, ha csavargó Ausztriában, mint ha Fabrizio del Dongo, s megtörténhetik, hogy mindenét átkutatják.
Persze, attól is ösztönösen irtózott, hogy az életét a szerencsétlen Giletti útlevelére bízza, de ráadásul ez az útlevél valódi nehézségeket is támasztott. Fabrizio legfeljebb 5 láb és 5 hüvelyk magas férfi volt, és nem 5 láb és 10 hüvelyk, ahogyan az útlevél közölte. 24 éves volt, és annál is fiatalabbnak látszott, Giletti pedig 39. Eláruljuk, hogy hősünk jó fél óráig sétált a Po egyik külső töltésén, a hajóhíd közelében, míg elszánta magát, hogy a hídra lép. Mit tanácsolnék más valakinek, ha az én helyemben volna? Kérdezte végül magától. Természetesen azt, hogy menjen át, mert a pármai államban veszély fenyegeti. Lehet, hogy már is csendőrt eresztettek annak az embernek a nyomába, aki megölt egy másikat, még ha önvédelemből tette is. Fabrizio végigkutatta zsebeit, minden iratát eltépte, csak zsebkendőjét és szivartárcáját tartotta meg. Fontos volt, hogy minél gyorsabban essen át az elkerülhetetlen vámvizsgálaton. Eszébe jutott, hogy egy félelmetes kérdést tehetnek fel, mert nem talált megfelelő választ, azt fogja mondani, hogy Giletti a neve. De akkor miért hímeztetett minden fehér neműjébe FD-t? Az olvasó megállapíthatja, Fabrizio a szerencsétlenek közé tartozott, akiket képzeletük kegyetlenül meggyötör. A gondolkodó embereket jellemző hiba Itáliában. Egy francia katona, aki éppen olyan bátor, mint ő, vagy talán nem is olyan bátor, rögtön jelentkezik, hogy át kell a hídon, és nem töpreng előre semmiféle nehézségen, de hidegvérűen is csinálta volna végig. Fabrizióból pedig igazán hiányzott a fölény, amikor a híd végében egy kicsi szürke ruhás férfi rászólt. Az útlevelével menjen az őrszobára. A rendőrállomás hivatali szobájának mocskos fala tele volt kiálló szögekkel. Ezeken lógtak a hivatalnokok mocskos pipái és kalapjai. A hatalmas fenyőfa asztalon, mely mögé a rendőrök elsáncolták magukat, tinta és borpecsétek sötét lettek. De különböző színű foltok égtelenkedtek a vastag iktatókönyveken is, 2 vagy 3 volt belőlük, zöld bőrbe kötve metszésük új nyomoktól feketén lett. Az oszlopba rakott iktatókönyvek tetején 3 csodálatos babérkoszorú hevert. 2 napja szerepeltek valamelyik császári ünnepen. Fabriciót meghökkentették a részletek, szíve elszorult. Most bűnhődött a gazdag fényűzésért és tisztaságért, mely beragyogta szép szobáit a San Saverina palotában. Hiába be kellett lépnie a mocskos hivatalba, s itt alsóbrendű emberként szerepelnie, a kihallgatás réme várt rá. A rendőrhivatalnok, aki sárga kezét kinyújtotta útleveléért, alacsony és fekete volt, nyakkendőjében sárga résztűt viselt, rosszkedvű kispolgár, gondolta Fabrizio. A hivatalnok mód felett meglepetnek látszott, míg az útlevelet böngészte, és legalább 5 percig böngészte. Úgy látom, valami baleset érte, fordult az idegenhez, és arcát kémlelte. A Vettorino lefordított minket a Po töltéséről. Ismét csend támadt, a rendőrtisztviselő mogorván nézegette az utast. Értem, gondolta Fabrizio. Most azt fogja mondani, hogy nagyon sajnálja, de kellemetlen hírt kell közölnie, letartóztat. Hősünk fejében a legbolondabb ötletek rajzottak, és nem éppen a pillanathoz illő ötletek. Például arra is gondolt, hogy kimenekül az ajtón, mely nyitva maradt. Elhajítom a ruhámat, belevetem magam a Póba, és úszva átjutok rajta. A Spielbergnél minden csak jobb lehet. A hivatalnok mereven nézte, mi alatt ő a kalandos vállalkozás esélyeit mérlegelte. A 2 arc így együtt igazán jó pár volt. A józan embert a veszély közelsége megihleti, azt mondhatnám önmaga fölé emeli, akinek fantáziája van, abban regényes gondolatokat ébreszt, igaz, hogy vakmerő gondolatokat, de gyakran egészen lehetetlen gondolatokat is. Az olvasó sokat veszít, hogy nem látta, milyen méltatlankodva fogadta hősünk a sárgaréz ékszerrel ékesített rendőrtisztviselő kutató pillantásait. Ha megölném, latolgatta, gyilkosságért az ítélet 20 évig gája vagy halál. És ez nem olyan borzalmas, mint a Spielberg 60-60 kilós lánccal a 2 lábamon, és egész napi élelemnek 8 uncia kenyér. És mindez 20 évig. 44 éves vagyok, mire kiszabadulok. Fabrizio elfelejtette, hogy saját útlevelét elégette, s a rendőrtisztviselőnek semmi sem súghatta meg, ő az a lázadó Fabrizio del Dongo.
Tapasztalhattuk, hősünk éppen elég ijedt volt, de még sokkal ijedtebb lett volna, ha tudja, mi izgatta fel a rendőrtisztviselőt. Ez az ember Zsiletti barátja volt. Nem csodálhatjuk, ha meglepődött, mikor Zsiletti útlevelét idegen kézben látta. Első pillanatban le akarta tartóztatni az idegent, majd arra gondolt, hogy Zsiletti könnyen eladhatta az útlevelét a csinos fiatalembernek, aki Pármában nyilván belekeveredett valamibe. A letartóztatom, tűnődött. Zsilettit hozom bajba. Könnyen felfedezik, hogy eladta útlevelét, de mit szólnak majd feletteseim, ha megállapítják, hogy én, Zsiletti barátja, láttamoztam az útlevelét, melyet más valaki használt. A hivatalnok végül ásítva felállt, és azt mondta Fabriciónak. Várjon, uram! Majd rendőri megszokásból hozzátette, valami nehézséget látok. Majd látsz más valamit, ahogy megszököm, gondolta Fabrizio. És a rendőr tisztviselő valóban kiment az irodából, az ajtót nyitva hagyta, az útlevél ott maradt a fenyőfa asztalon. Kétségtelenül veszély fenyeget, intette magát Fabrizio. Felkapom az útlevelemet, lassan visszamegyek a hídra. Ha a csendőr megszólít, azt mondom neki, elmulasztottam a láttamozást a legutolsó pármai falu őrszobáján. Fabrizio már kezében tartotta az útlevelet, amikor elmondhatatlan ámulattal a sárgarész tűvel díszelgő hivatalnok hangját hallotta. Becsületemre nem bírok tovább, megfulladok ebben a hőségben. Benézek a kávéházba, iszom egy fél csészével. Ha elszívta a pipát, menjen be az irodába, láttamozni kell egy útlevelet, az utas már várja. Fabrizio nesztelenül éppen az ajtóhoz lopódzott, amikor beleütközött egy jóképű fiatalemberbe, aki dúdolgatva jött befelé. Láttamozzuk hát az útlevelet, szépen aláírom a nevemet. Hová akar menni az úr? Mantovába, Velencébe és Ferrarába. Helyes, Ferrarába. A tisztviselő fütyörészett. Felvett egy kéken festékezett bélyegzőt, belenyomta az útlevélbe, és ahol a bélyegző tisztán hagyta a papírt, gyorsan beírta Mantova, Velence, Ferrara. Majd még néhány levegőben végzett lendületes mozdulat után alákanyarította nevét, stollát még egyszer a tintába mártva, az aláírás díszítő kacskaringóit rajzolta meg lassan és végtelen gonddal. Fabrizio tekintete követte attól minden mozdulatát, a fiatal tisztviselő gyönyörködve vizsgálta aláírását, hozzátett 5-6 pontot, végül visszaadta az útlevelet Fabriciónak, és még könnyedén utána szólt, jó utat, uram! Fabrizio kifelé indult, futhatnék ját, igyekezett visszafogni, de egyszerre arra riadt, bal karját megfogják. Ösztönszerűen töréhez kapott, ha nem állnak körös körül háza, könnyen nagy meggondolatlanságba keveredik. A férfi, aki karját megérintette, látta, milyen rémülten néz rá, és szinte mentegetőzve mondta, háromszor is megszólítottam, uram, de nem felelt, van valami elvámolni valója? Nem. Nincs nálam más, csak a zsebkendőm, csak ide megyek a közelbe egyik rokonomhoz vadászni. Jól belezavarodik, ha megkérdik, mi is a neve ennek a rokonnak. A nagy melegben s annyi izgalom után Fabrizio úgy átnedvesedett a verejtéktől, mintha legalábbis beleesett volna a póba. A komédiások között bátor vagyok, de a sárga résztűvel díszelgő hivatalnokok kiforgatnak és megzavarnak. Ebből az ötletből vidám szövettet írok majd Ginának. Amint Fabrizio Casal Maggioreba ért, jobbra fordult egy szegényes utcába, mely a Póig ereszkedett. Nagy szükségem van Bacchus és Ceres segítségére, és benyitott egy kicsi bormérésbe. A bejárat fölött botra tűzött szürke rongylógott, a rongyon felírás Trattoria. Két vékony félkörívben hajlított lécre ócska lepedőt erősítettek, mely három láb híján a földig lógott, ez védte a Trattoria bejáratát a rátűző napsugaraktól. Bent egy félmeztelen és igen csinos nő tisztelettel fogadta hősünket, s Fabriciónak ettől rögtön jó kedve támadt, sietve közölte a nővel, hogy néhány pillanat mégis éhen hal. Mi alatt az asszony az ebédet készítette, a Trattoriába lépett egy férfi, körülbelül 30 éves lehetett, amikor bejött nem köszönt. De hirtelen felugrott a padról, ahová otthonosan levetette magát, és meghajolt Fabrizio előtt. Excellenza, la riverisco. Fabrizio e pillanatban nagyon jókedvű volt, nem foglalkoztatták gyászos tervek, nevetve válaszolt. És honnan az ördögből ismered a te excellenzádat?
Hát Excellenza nem ismeri meg Lodovico Sanseverina hercegné kocsisát. Szakkában, a vidéki kastélyban, ahová minden évben elmentünk, én mindig lázas lettem, nyugdíjat kértem hát a hercegnétől, és kiléptem a szolgálatból. Most gazdag vagyok, évi 12 tallér nyugdíj helyett, s ennél több semmiképpen nem illetett meg. A hercegné azt mondta, 24-et ad, hadd élhessek szabadon, és hadd írjam a szonettjeimet, mert én népdalokat költök. A gróf úr pedig azt mondta, akármilyen bajom lesz, csak menjek el hozzá. Egyszer olyan szerencsés voltam, hogy amikor Monsignora jó keresztényként a Velleiai Cartausi kolostorba vonult lelki gyakorlatra, jó darabon én hajtottam a kocsiját. Fabrizio nézte az embert, és kissé már ismerősnek látta. Ő volt a Casa Sanseverina legszemrevalóbb kocsisa. És most, amikor gazdag lett, ahogyan ő mondta, egész öltözéke rongyos, durva ing volt, meg a vászonnadrág, mely valamikor fekete lehetett, és most már alig ért a térdéig. Cipő és ócska kalap egészítette ki ruházatát. Mindennek tetejébe 2 hete nem borotválkozott. Fabrizio ette az omlettjét, és közben beszélgetni kezdett vele a legközvetlenebbül. Megsejtette, hogy Lodovico a kocsmárosné szeretője. Gyorsan befejezte ebédjét, majd halkan odaszólt Lodovicónak. Mondanék neked valamit, és Szelenzán nyugodtan beszélhet előtte, nagyon jó asszony, felelte Lodovico gyengéden. Tehát, barátaim, vágott bele Fabrizio fontolgatás nélkül. Bajban vagyok, és a segítségetekre van szükségem. Ügyemnek semmi köze a politikához, egyszerűen megöltem egy embert, aki le akart szúrni, mert a szeretőjének udvaroltam. Szegény fiatal úr, sóhajtotta a kocsmáros nép. Számíthat rám, Excellenza, kiáltotta a legnagyobb odaadással, kigyulladó szemmel a kocsis. Hová akar most menni, Excellenza? Ferrarába. Van egy útlevelem, de jobb szeretném, ha nem találkoznék csendőrökkel, akik esetleg tudhatnak már a dologról. Mikor végzett azzal az alakkal? Ma reggel 6-kor. Nem véres kegyelmességed ruhája? Kérdezte a kocsmárosné. Már én is gondoltam erre, vette át a szót a kocsis. S különben is túl finom ez a szövet, mifelé nem sok hasonlót látni, még felkeltheti a figyelmet. Veszek egy ruhát a zsidónál, egy szelence alakja körülbelül olyan, mint az enyém, csak vékonyabb. Nagyon kérlek, ne szólíts már Excellenzának, még meghallják és felfigyelnek. Értem, Excellenza, felelte a kocsis, és már indult is kifelé. Állj, állj, kiáltotta Fabrizio, hát a pénz, gyere vissza. Mit beszél a pénzről, mondta a kocsmárosné. 67 tallérja van, azzal maga rendelkezik, és nekem, tette hozzá halkabban, nekem talán 40 tallérom van, jó szívvel felajánlom. Amikor ilyen baleset éri az embert, nincs mindig pénz nála. Nagy meleg volt, a trattoriába belépve Fabrizio rögtön levetette kabátját. A kocsmárosné folytatta, ha jön valaki, még bajt hozhat ránk a mellénye, feltűnik a szép angol szövet. Egy fekete szövet mellényt adott szökevényünknek, a férjéé volt. Az egyik belső ajtón magas fiatal férfi nyitott be a kocsmába, szinte urasan öltözve. A férjem, mondta a kocsmárosné, majd férjéhez fordult. Pietro Antonio, ez az úr Lodovico barátja, ma reggel kellemetlenség érte odaállt a túlsó parton, Ferrarába szeretne jutni. Hát, akkor átvisszük, felelte a férj nagyon udvariasan. Itt van Carlo Giuseppe bárkája. Most eláruljuk hősünknek még egy gyengeségét, éppen olyan egyszerűen, mint ahogy elmondtuk, mennyire félt a rendőrségi szobában ott a híd végén, eláruljuk, Fabrizio szeme megtelt könnyel. Mélyen megindította ezeknek a parasztoknak tökéletes odaadása. Nagynénjére gondolt, őt is a jóság jellemzi, arra vágyott, bár boldoggá tehetné őket. Lodovico egy csomaggal tért vissza. Hát akkor búcsúzzunk, szólalt meg a férj barátságosan. Szó sem lehet róla, vágott bele Lodovico nagyon izgatottan. Már beszélnek kegyelmességedről. Észrevették, hogy bizonytalankodva tért be a mi vikolónkba, és úgy hagyta ott a főutcát, mint aki el akar bújni. Menjen fel gyorsan a szobába, mondta a férj. Ez a szoba tágas volt és szép. 2 ablakán üveg helyett szürke vászon, 4 széles ágy terpeszkedett benne, mindegyik 6 láb széles és 5 láb magas. De siessen, nagyon siessen, sürgette Lodovico. Van itt egy hiú új csendőr. Szívesen legyeskedne ott lent a szép asszony körül, de én megmondtam neki, hogy amikor körútját végzi, könnyen összetalálkozhatik egy golyóval. Ha ennek a kutyának mondanak valamit Excellenzáról, bizonyára meg akar táncoltatni minket, és itt akarná lefogni, hogy rossz hírbe hozza Teodolinda trattoriáját.
Közben megpillantotta Fabrizio összevérzett ingét és zsebkendőkkel bekötözött sebeit. Mi ez? Kiáltotta. Hát az a porkó még védekezett is. Így százszor biztosabb, hogy letartóztatják, és én nem hoztam inget. Nyugodtan kinyitotta a férj szekrényét, kivette egyik ingét és odaadta Fabriciónak, aki hamarosan vagyonos vidéki polgárnak öltözött. Lodovico leakasztott a falról egy hálót, Fabrizio ruháit begyömöszölt egy halaskosárba, lerobogott a lépcsőn, s villámgyorsan eltűnt a hátsó ajtón. Fabrizio utána. Teodolinda! Kiáltotta, amikor a kocsma elé került. Dugd el, ami ott fennmaradt. Mi a fűzfáknál fogunk várni, te meg Pietro Antonio, küld gyorsan a bárkát, jól megfizetjük. Lodovico legalább 20 árkon hurcolta keresztül Fabriciót, a szélesebb árkokat hosszú és rugalmas deszkák hidalták át, mihet egyen-egyen átjutottak, Lodovico rögtön maga után húzta a deszkákat. Az utolsó kanálisnál különös jó kedvel húzta a deszkát. No, most szusszanjunk, lélegzett nagyot. Annak a kutyacsendőrnek több mint 2 mérföldet kell megtennie, hogy elérje Excellenzát. Fabrizióra pillantott. Milyen sápat? Hanem magammal hoztam a kis pálinkás üveget is. A legjobbkor. Az a seb itt a combomon fájni kezd. Különben is alaposan megijedtem a rendőrségen ott a hídnál. Azt elhiszem. Olyan véres inkben, mint kegyelmességedé. Csak azt nem értem, hogy mert egyáltalán így belépni arra a helyre. Ne féljen a sebek miatt. Tudom, mit kell tenni. Elvezetem egy árnyas jó helyre, ahol alhatik egy órát. A bárka majd oda jön értünk, ha ugyan tudnak bárkát szerezni. Ha meg nem sikerül, gyalogolunk 2 kis mérföldet, de csak akkor, amikor már jót pihent. Egy malomhoz viszem, ott majd magam kerítek bárkát. Jaj, a hercegné kétségbe esik, ha meghallja a balesetet, de Excellenza mindent jobban tud, ne haragudjon, ha beleszólok. Azt fogják mondani a hercegnének, hogy Excellenza halálosan megsebesült, esetleg még azt is, hogy orvul szúrta le a másikat. Ráverzi már kiné mindent megtesz, hogy a leggonoszabb hírekkel keserítse a hercegnét. Írjon talán neki, Excellenza. És hogy jut el hozzá a levél? Azok a Molnár legények, ahová megyünk, 12 szút keresnek egy nap. Másfél nap alatt érnek Pármába, tehát 4 frank az út. Cipőkoptatás 2 frank. Ha olyan szegény ember küldi őket, amilyen én vagyok, 6 frankba kerül az egész. De magának csinálják, hát én 12-t adok. Elérték a pihenőhelyet, dús, hűvös éger fák és füvek között. Lodovico tintáért és papírért ment, jó órát kellett gyalogolnia. Istenem, de jól érzem itt magam! Kiáltott fel Fabrizio. Isten veled, Fortuna, soha nem leszek érsek. Amikor Lodovico visszatért, Fabrizio mélyen aludt. Nem akarta felkelteni. A bárka csak alkonyattájt érkezett. Amint Lodovico megpillantotta a távolban, felrázta Fabriciót, s hősünk 2 levelet írt. Excellenza mindent jobban tud, mint én, kezdte megint Lodovico kínlódva. Félek, akármit felel is, magában haragszik majd rám, ha mondok valamit. Nem vagyok olyan buta, mint hiszed, felelte Fabrizio. Akármit mondhatsz, nekem mindig nagynéném hűséges embere maradsz. Az az ember, aki a világon mindent megtett, hogy egy csúnya ügyből kiráncson. Sokat kellett még erősködnie, hogy Lodovicót szóra bírja, és mikor az végre elszánta magát, legalább 5 perces bevezetést mondott. Fabrizio már-már türelmetlenül rászólt, majd eszébe jutott. Ki a hibás? A mi hiúságunk. Amit ez az ember nagyon jól megfigyelhetett onnan a bakról. Végül is Lodovico ragaszkodása győzött, és megkockáztatta, hogy őszinte lesz és beszél. Ha megszerezhetné a 2 levelet, mit adhatna Raverzi Marchini annak az embernek, akit kegyelmességed most Pármába küld? Kegyelmességed írásas, még a bíróság előtt is felhasználhatnák, és Excellenza tapintatlan tolakodónak fog tartani, és talán szégyelné is, ha a hercegné az én szegény kocsis írásomat olvasná. Nem bánom, higgye azt, hogy szemtelen vagyok, de a biztonságáért ki kell nyitnom a számat. Nem mondhatná nekem tolba a 2 levelet. Akkor csak én kockáztatok valamit, és én is nagyon keveset. Ha kell, azt mondhatom, hogy Excellenza kint a mezőn egyszerre csak elém állt, egyik kezében írószerekkel, a másikban pisztolyjal, és megparancsolta, hogy írjak. Add a kezed, kedves Lodovicóm! Kiáltotta Fabrizio. Be fogom bizonyítani neked, hogy nincs semmi titkom olyan barát előtt, amilyen te vagy. Másod le a 2 levelet úgy, ahogy megírtam őket. Lodovico megértette, milyen nagy bizalom ez, és milyen súlya van, milyen meghatódott. De amikor lemásolt néhány sort, és látta, hogy a bárka nagyon gyorsan közeledik a folyón, Fabrizióhoz fordult. Gyorsabban írnám le a 2 levelet, ha Excellenza kegyeskednék tolba mondani.
Amikor a levelek elkészültek, Fabrizio az utolsó sorhoz egy A-t és egy B-t írt, majd egy leszakított kicsi papírdarabra, melyet összegyűlt franciául, még ezt írta: hidd el az A-t meg a B-t. Úgy tervezte, az összegyűlt papírdarabkát a küldönc ruhájába rejti. Amikor a bárka olyan közel ért hozzájuk, hogy már meghallhatták a hangjukat, Lodovico valamilyen nevet kiáltott, de nem az evezősök nevét. Azok egyetlen szóval sem feleltek, 500 ölnyi távolságban kikötöttek, körülkémlelve, nem lesie őket vámőr. Várom a parancsát, mondta Lodovico Fabriciónak. Azt kívánja-e, hogy magam vigyem a leveleket Pármába, vagy azt kívánja, hogy elkísérjen Ferrarába? Ha Ferrarába kísérnél, ez olyan szívesség volna, amit kérni sem mertem tőled. Úgy kellene ott kikötnünk, hogy a városba jutnunk, hogy ne kérjenek tőlünk útlevelet. Bevallom neked, irtózom attól, Giletti nevével utazzam, és te vagy az egyetlen, aki más útlevelet szerezhet nekem. Jaj, hát miért nem szólt Casal Maggiore-ba? Ismerek egy kémet, akitől kitűnő útlevelet vehettem volna, és nem is drágán, 40-50 frankért. A két evezős közül az egyik, aki a Pó jobb partján született, tehát nem volt szüksége külföldi útlevélre, hogy Pármába jusson, vállalta, elviszi a leveleket. Lodovico tudott evezni, és erősen fogadkozott, hogy kettesben majd elboldogulnak a bárkával. A Pó alsó folyásán sok fegyveres rendőri bárkát látunk, majd én tudni fogom, hogyan kerüljük el őket, mondta Lodovico. Legalább 10-szer el kellett bújniuk a vízből alig kikandikáló fűzfával sűrűn benőtt kicsi szigetek között. Háromszor is kiszálltak, hogy a bárka üresen úszhasson le a rendőrségi csónakok mellett. A várakozás hosszú perceit azzal töltötték, hogy Lodovico több szonettjét is elszavalt a Fabriciónak. Érzéssel őszintén verselt, de a fogalmazás elmosta az érzelem erejét, s így nem volt érdemes megírni a dalait. Érdekes, hogy az az egykori kocsis ismerte a szenvedélyt, és elevenen a festők szemével látott, de rögtön merev és üres lett, mihelyt írni kezdett. Éppen az ellenkezőjét látjuk a társaságban, gondolta Fabrizio. Mostanában milyen kecsesen tud mindenki mindent kifejezni, csak éppen nincs átélt mondani valója. Megérezte, hogy ennek a hű szolgának azzal szerzi a legnagyobb örömet, ha szonettjeiben kijavítja a helyesírási hibákat. Ha megmutatom a füzeteimet, mindig kinevetnek, panaszkodott Lodovico. De Excellenza kegyes volna betűről betűre lediktálni a szavakat, akkor elhallgattatnám irigyeimet, pedig nem a helyes írás teszi a költőt. Fabrizio csak 2 nap múlva éjszaka köthetett ki egy égerfa erdőnél. Itt már nem kellett félni, egy mérföldnyire közelítették meg Ponte Lago Oscurót. Egész nap egy kender földön bújt meg, míg Lodovico előre ment Ferrarába. Itt kicsi lakást bérelt egy szegény zsidónál, az rögtön megértette, ha tud hallgatni, sok pénzt kereshet. Este napnyugta után Fabrizio kicsi lovon kocogott be Ferrarába, nagy szüksége volt erre a segítségre, a folyón elcsigázta a hőség, a kés szúrás, a combján, meg Giletti kardvágás, amely még a verekedés elején érte a vállát, gyulladt lett. Fabrizio borzongott a láztól.